stúdióban. Megtartották a Nyírő József erdélyi íróra emlékező szertartást Székelyudhelyen, de Hamvait nem temették el. A szervezők szerint bár minden törvényes feltételt teljesítettek, mégis elhalasztották az újratemetést. A székelyudvarhelyi polgármester egy hibás iktatószámú temetkezési igazolást adott ki, és ezt az illetékes prefektúra kérésére sem javította ki. Érvényes engedély hiány ezért a halasztás mellett döntöttek a szervezők. A román hatóságok egyébként az újratemet szerint az újratemetésnek más jogi akadálya nincs. Ökumenikus áhítattal emlékeztek Nyírő József erdélyi íróra Székelyudvarhelyen. Hamvait nem temették el, mert a székelyudvarhelyi polgármester egy hibás iktatószámú temetkezési igazolást adott ki, amelyet az illetékes prefektúra kérésére sem javított ki. Mivel az újratemetés szervezői maradéktalanul eleget kívánnak tenni a hatályos romániai jogszabályozásnak, ezért az újratemetés a függő jogi helyzet megoldását követően egy későbbi időpontban fog megtörténni. A román hatóságok szerint egyébként az újratemetésnek más jogi akadálya nincs. Korábban az új román kormány nehezményezte Nyírő József újratemetését, szerintük a jelenlegi romániai belpolitikai helyzetben időszerűtlen az újratemetés. A román vasúttársaság pedig visszautasította az emigrációban elhunyt erdélyi író földi maradványait tartalmazó koporsójának vonaton történő szállítását, amit az eredeti tervek szerint a tegnapi csíksomjói búcsúra tartó boldogasszony zarándok vonattal vittek volna Budapestről Romániába. Ezért a földi maradványokat a héten elhamvasztották, a hambakat ugyanis engedély nélkül is lehet szállítani. Ennek ellenére a román rendőrök Nyírő József hamvait keresve egymás után állították meg a magyar rendszámú autókat. Tegnap délután egy időre feltartóztatták a rendezvény egyik szervezőjét is, mert nem mutatta meg a csomagjait, később azonban elengedték. Lászlót azért is hoztam be, mert végeredményben a Székely apostol újra temetéseire érkeztem, és egy ilyen alkalomkor a Székely nemzet zászlaja ott kell, hogy lobogjon a sír fölött. A székelyudvarhelyi papkertben gyűltek össze az emlékezők Nyírő József búcsúztatására. Az ökumenikus egyházi szertartás után Szász Jenő a Székelyudvarhelyért alapítvány nevében köszönetet mondott azért, hogy a történelmi magyar egyházak székelyudvarhelyi képviselői együtt emlékeztek az íróra. Köszönöm, Nyírő József, hogy velünk vagy. Isten hozott közénk. Szívünkbe zártunk, és hamarosan Székely anyaföldet is magához ölel. Nyugodjál békében. Önöknek pedig, kedves barátaim, szívből köszönöm, hogy Nyírő József követőivé, sőt a Székely apostol követeivé lettek. Kívánom, hogy a jó Isten erősítse meg ezen hitükben. Mert mi székelyek és magyarok Nyírő népe vagyunk. Győzelemre rendelt az a nép, amelyiknek olyan fia van, akinek még a hamvaitól is félnek. Pedig az igazságtól nem kell félni. Az országgyűlés elnöke azt mondta, sokan szeretik Székelyföldet. Kevesen tudtak annyi lelki erőt adni a székelységnek, amennyit Nyírő József adott. Az író életművében mindig szét tudta választani az irodalmat és a politikát. Ha neki sikerült, illene, hogy az utókornak is sikerüljön. Nyírő József igazsága a hűség. Hűség a székely néphez, hűség a magyar nemzethez, hűség a csodálatos anyanyelvünkhöz. Az országgyűlés elnöke Mircea Eliade, Emil Cioran és Lucian Blaga világhírű román írók neveit említette, akik életművében úgy szintén fontos szétválasztani az írói és a politikai vonatkozásokat. A szervezők bejelentették, magát a temetési szertartást akkor tartják meg, amikor a jogi akadályok elhárulnak. Lukács Csaba kommunikációs vezető azt mondta, Nyírő József hamvai jelenleg biztonságban vannak. Nyírő József 1889-ben született Székelyzsomboron. Itt az édesapja által igazgatott iskolában járta az elemi osztályokat. Földrajz 1-es, történelem 1-es, természetrajz 2-es, ének 1-es. Nyírő kiváló tanuló volt, aki édesapja akaratának megfelelően a székelyudvarhelyi római katolikus főgimnáziumban folytatta tanulmányait. A több mint 400 éves múlttal büszkélkedhető tanintézmény ma Nyírő József tanítványának, Tamás Járonnak a nevét viseli. Ágnes Nyírő ükunoka húga is itt tanul. Én büszke vagyok arra, hogy Nyírő József rokona vagyok, és szerintem jár felelősséggel, hogy ezt a nevet viselem.
Az érettségit követően Nyírő a gyulafehérvári papnevelő intézetben és a bécsi Pázmáneumban tanult teológiát és filozófiát. Nagyszebenben szentelték pappá. Az első világháború után, amikor Erdélyt Romániához csatolták, kilépett az egyházi rendből és családot alapított. 1920-ban a Haldoklik a székely című novellájával indult írói pályafutása, legismertebb regénye az Úszbence. Elsőnek és a legmélyebben értelmezte a székely ember lelkületét, amit Nyírő József elindított, amilyen csapásokat tört ő a magyar irodalomban, ahol azelőtt a székelyekről még kevés szó esett, akkor azokon a csapásokon haladt tovább Tamási és jutott fel a csúcsra. 1928-tól az erdélyi Helikon vezető munkatársa lett, Tamási Áronnal együtt bekapcsolódott a Benedekelek körül tömörülő székely irodalmi körbe. Majd visszavonult, évekig gazdálkodott Székelyudvarhelyen, és csak a II. Világháború előtt tért vissza az újságíráshoz.